8 évet éltem Pécsett, úgyhogy ez talán elegendő ahhoz, hogy pécsinek tekinthessem magamat. Vasmegyei születésű vagyok, tulajdonképpen szombathelyi, de sehol olyan hosszú ideig nem éltem, mint Pécsett. Hozzám tartozik ez a város, és talán én is a városhoz tartozom. Emlékezés. Nem vissza, hanem előre a jövőbe. Ez a mai pécsi séta, ahol Széchenyi tér és Uránváros mint két kométa ütközik össze. És tovább fut a staféta, részben visszafelé a múltba, és részben előre a jövőbe. Bonyolult katlan a mai élet, benne minden perc, óra, év, egyszerre zuhog szakadatlan Pécs, New York, Ninive. Fiatal koromban sokat bolyongtam Pécs utcáin, főleg a Necsek oldalába. A Tettyéhez, a Havihegyhez nagyon sok emlék fűz, és az onnan lefelé vívő utcákhoz, a Puturluk, a Havi Boldogasszony útja, a Necsek utca, az Ágoston utca. Ezek voltak főleg az ifjú bolyongásnak a színterei. Szememnek Adi nyitott új mezőt. Babics tanított ízére a dalnak, és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak ezt-azt kívánó kordivat előtt. Kölyök idő menny kárpittyán lobogtak, mint csillagok, vezérlő tűzjelek. Hol egy gyönyör már? Jaj, csak a gyerek érzi minden pompáját a daloknak. De mit tőlük tanultam, őrzöm egyre. Három kanyargó lángnyelv sisteregne, ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. Oltáromon vadmacska, páva, bárány. Három költő előtt borul le hálám, bár a homokban lábnyomuk lehetnék. Albérleti lakásom volt az Ágoston utcában, később a Zsolnai utca sarkán, laktam a Ferenciek utcájában is. Ismerősként járta át a városban? Úgy átalakult Pécs, annyira modernizálódott, annyi mindent lebontottak, hogy csak egy-egy szögletből ismerek rá, hogy hol vagyok. Kivéve talán a Széchenyi teret, ami érintetlen maradt, a többi rész annyira átalakult, hogy mindig törnöm kell a fejemet, hogy a város melyik részén vagyok. Ha jól tudom, annak idején egyetemistaként jött Pécsre. Nagy kár, hogy a pécsi bölcsészkart megszüntették. Kitűnő professzorok voltak itt abban az időben. Tolnai Vilmos, Halasi Nagy József, Fülep Lajos, Várkonyi Nándor, Koszó János, hogy csak néhányat említsek. Akkor nem sokat számított, hogy valaki pestie vagy vidéki. A Nyugat és a többi folyóirat, hetilap ugyanúgy elfogadta a budapestieknek, mint a vidékieknek az írásait. Terveztünk Pécsett folyóiratot Öt torony címmel, ami aztán nem valósult meg, illetve átalakult formába megvalósult a Sorsunk folyóirat képébe, amit Várkonyi Nándorral eleinte ketten szerkesztettünk, később aztán kibővült. Várkonyi Nándorral nagyon sokat dolgoztam együtt, annak ellenére, hogy az ő süketsége
a közös munkát megnehezítette. Mindig ő beszélt, én pedig papírra írtam, amit mondok, mert hát igaz, hogy szájmozgásról is le tudta tulajdonképp olvasni a mondani valót, de mégis könnyebb volt, egyszerűbb volt írásban. Lovász Pállal is sokat működtem együtt, főleg a Janus Pannonius társaság ügyeit intézgettük. Nagyon fájdalmas dolog, hogy most már se Várkonyit, se Lovászt nem hívhatjuk itt a kamera elé, és őket nem tudjuk megszólaltatni. Elsőképp pécsi kötetem megjelenése idején jó barátságban voltam több korombeli vagy fiatalabb pécsi költővel, Csorba Győzőt, Tatai Sándort, Takács Gyulát, Harcos Ottót, Kopányi Györgyöt, András Lászlót említhetem, de még hosszan folytathatnám a sort. Kézbe venni most a sorsunk első számát, ez már elsárgult papírt jelent, és olyan emlékeket, amiket érdemes lenne föleleveníteni, ha ugyan még egyáltalán lehetséges. A sorsunk jelentette a leggazdagabb vidéki folyóiratot, olyasféle szerepe volt, mint a szegedi Szép Halom folyóiratnak ugyanez időtájt, csak a Szép Halom kisebb terjedelemben jelent meg, a sorsunknak több tere volt, több tágassága volt. És kitekintett nem csak országos ügyekre, hanem az egész világra is. Hárman vagyunk, ha egymagam vagyok. A háromságomat ki érti meg? Egyikünk bölcs, mint a kő, és épp oly rideg, hideg. Másikunk nyárs polgár és langyos meleg, akár a szörp a nyári napon. Harmadikunk dilinós, kicsit, és költő is, és gyerek. Nagyon. Keleti filozófiákkal főleg úgy 18-20 éves koromban foglalkoztam, a keleti utam előtt jóval. Úgyhogy egy ilyen utazás filozófiai élményeket kevésbé adott, ahhoz tudni kellett volna az ottani nyelveket, és ott élni hosszabb időt. Úgyhogy a filozófiai természetű élmények nem úti élmények voltak, azokat könyvekből szereztem. Nagyon sok motivummal gazdagodtam ezen a távol-keleti úton. India, Kína, Fülöp-szigetek, Eritrea, Ceylon és a világ más tájai beleestek ebbe az utazásba. És valósággal újjá születtem az úti élményektől. Gondolkozásmódom az ókori filozófián alapul. Sokat tanultam a Védákból, a Bibliából, a Tao Te Chingből, a Sumer Akkad Gilgames eposzból és Enuma Elis teremtés eposzból. Legtöbbet az ókori filozófiának köszönhetek. Nem nyughatom, csak hánykolódom untalan, s mereng határtalan medrem, ha fordulok, s amerre könnyem elgurul, lángkúp hasad a mennyek izzó csillagköt csigáiból. Nagy szívű ókeánusz, áramlás ura, erős fivér, ki mindenségem őre vagy, ó, halt szavam! Bölcsességnek körpántja te. Atyánknak átka rám lép és belém nyilal. Tudod, megöltem egykor őt, Uránusz őst, a millió csillaggal égő ős eget.
mert nem virult, csak élet nélkül tündökölt, s én vágytam, hogy tenyészet és élet legyen. A Teomachián elég hosszan dolgoztam, körülbelül egy esztendőbe tartott, amíg be tudtam fejezni. És nem kávéházba és nyilvános helyeken készült dráma ez, hanem albérleti kis szobákban, magányosságban írtam. Puha forró hangok. Ange amban ulanoje, balangaiane gol, mohitulla emante, ukuahai imanam. Je kalle munni temme, oi oi ommi menu, golopandu amenia, ukuahai imanan. Vonz a versek muzikalitása. Szavakkal sajnos zenélni nem lehet, a szavak ritmust adnak, de dallamot nem. Úgyhogy a zenének félig meddig megközelítése a versekben lehetséges, a zenét utolérni verssel nem lehet. Vagyok finom, mimóza lélek, tyúkot lopok, disznót herélek, és majd mikor elvisz az ördög, azt mondom Bélán, hogy csőtörtök. Tudok róla, hogy a kritika egy része, hát nem valami szívesen fogadja a dolgaimat. Ebben sok tekintetben talán igaza is van, hiszen magam se gondolok mindig jó érzéssel vissza mindarra, amit életemben összeírtam. Úgyhogy hanem a kritikák kevésbé segítenek, vagy kevésbé gátolnak, inkább az embernek az alkotása a kritikák nélkül egy csöndbe, visszhangtalanságba megy végbe, és ilyen tekintetben a kritikáknak különösebb jelentősége nincsen. Bizonyos, hogy a ritmus és a rím gátlólag feszül a tartalom ellen. Mennél több határozott gondolatot, előre kitervelt mondani valót akarunk beépíteni a versbe, annál erősebben érezzük a közeg ellenállást. De ez az ellenállás nem annyira akadék, mint inkább segítség. A ritmus arányosítja és tömörebbé préseli a szöveget. Egyensúlyozza a mondatokat. A rím pedig gyakran rávezet ötletekre, melyek egyébként nem villannának fel bennünk. Vagyis a forma valósággal munkatársa a költőnek. Ahogy a vers születésében írtam a költészetről, ahhoz sok hozzátennivalóm ma sincs. Ahányszor új kiadás készül, át szoktam nézni, hogy mit változtatnék rajta, és végleges szövegnek érzem a vers születése szövegét, amin ma sincs okom változtatni. Cigarettázom az árokparton, 20 fillér az összvagyonom, de az egész föld a hamutartó. Mindenfélét fordítok, de mert olyan nagyon sok nyelven nem tudok, hiszen körülbelül 50-60 nyelvből kell fordítanom, mint hogy ennyi nyelven nem tudok, nyers fordítás segítségével végzem. Ha el is kerültem Pécsről, állandó és rendszeres munkatársa vagyok a Pécsi Jelenkor folyóiratnak, és a kapcsolat Szederkényi Ervinnel, Csorba Győzővel és sok mással ma is fönnáll. És sehol se jelenik meg olyan sok írásom,
mint éppen a jelenkorban. Úgyhogy Pécssel való kapcsolatom egyáltalában nem szakadt meg az idők folyamán, sőt, lehet azt mondani, hogy erősödött. Írtam egy pécsi tárgyú színdarabot, ami Pécsnek a török alól való felszabadulása történetét mondja el. Sajnos ez a színdarab mindmáig előadva sem lett, és könyvalakban sem jelent meg. Remélem, hogy majd mindenre sor kerül. Vörös Sándor két pécsi látogatásán rögzítettük a műsorunkban elhangzó beszélgetéseket. A két látogatás között fél év telt el. Ha a kétfejű fenevadat nem is láthattuk Pécset, 1979-ben vörös bemutatót ünnepelt a város. Egy Pécset született darabnak megszületett a pécsi bemutatója. 1941-ben készült a Holdbeli Csónakos Pécset egy bábjáték csoport felkérésére. A bábjáték csoport akkor a háború miatt és a változások miatt végre is nem működött, és a Holdbeli Csónakost sem tudták előadni, amit különben is egy kezdő bábcsoport számára túl komplikáltra írtam. Úgyhogy tulajdonképpen a darab akkor is hasznavehetetlen lett volna számukra, hogyha el tudják kezdeni a működést. A 40-es években a Budapesti Nemzeti Színház Németh Antal igazgató tervezte a Holdbeli Csónakos bemutatását. Már készültek a díszletek is, Illés Árpád díszlettervei nyomán, és kisebb próbák is már történtek, de aztán a háború vihara ezt az előadást elsöpörte, nem valósult meg, és így a Holdbeli Csónakos ezelőtt 7 vagy 8 évvel a Thália Színházba került először bemutatásra. Az egy erősen átdolgozott szöveg volt, amit a Thália Színház játszott. Alig csonkított, csak nem teljes szöveggel, itt Pécset került először színre a Holdbeli Csónakos. Hogy tetszett a tegnap esti előadás? Schick Ferenc, a rendező, remek munkát végzett a Holdbeli Csónakos színrehozatalával. Nagyon szép Takács Jenő kísérő zenéje is, amit sajnos kicsit túlságosan háttérbe szorítottak, lehetett volna a zenének több életet adni. Nagyon szépek Martin Ferenc díszletei, mozgó absztrakt tömbök, és legfőképpen hát kitűnő a színészek játéka. A darab zeneszerzője Takács Jenő is ellátogatott Burgenlandból a premierre. Professzor úr, hogy emlékszik a mesejáték és a zene születésének idejére? Mint Vörös Sándor mondta, Németh Antal látogatott le vasárnaponként Pécsre, és Székely Györgyel, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, és Vörös Sándorral együttműködve készült a zene. Én hétközben komponáltam, és vasárnap úgyszorván az én lakásomon a Papnövelde utcán próbáltuk. És a zene elkészült, és egy pár részletet már a rádióban is bemutattak, utána pedig, miután a háború nem engedte meg, hogy a Nemzeti Színház bemutassa, egy zenekari suite formájában bejárta a darab a világot, de nem mint a Holdbeli Csónakos zenéje, hanem mint egy önálló zenekari suite. Ez a suite a kísérő zenéje műsorunknak is. Professzor úr, mióta ismeri Vörös Sándort? Vörös Sándorral Pécset ismerkedtem meg, mind a
zeneiskola igazgatóját meglátogatott, és rögtön egy bensőséges viszony fejlődött ki, amelyik azóta is tart, annak ellenére, hogy az én majdnem 20 éves amerikai tartózkodásom alatt nem találkoztunk, de mióta visszajöttünk pár évvel ezelőtt Európában már többször találkoztunk, és a pécsi évek ezek nem csak ebbe nyilvánultak meg, ebben a zenében, hanem én megzenésítettem Sándornak a Ének a teremtésről című versét kantáta formájában, amelyet a pécsi, a budapesti Székesfővárosi zenekar mutatott be a Liszt kórussal, és az amerikai bemutató még Texasban volt. Milyennek találta a tegnap esti előadást? Én már 3 vagy 4 nappal ezelőtt érkeztem, és benn voltam a próbákon, és már akkor láttam, hogy milyen remekül fejlődött a darab, és én nekem nagyon tetszett. Úgy a közreműködők, mint Schick Ferenc rendező, igen lelkes és kiváló munkát végeztek. És úgy találom, hogy a zeném is nagyon jó illett a cselekményhez. Mentünk porosan és piszkosan a többivel, mint egyszerű közemberek. Vitéz László, Paprika Jancsi, meg én. Nemzedékek sarjadtak és kihaltak, 100 évek teltek el. 1000 évek, és mi mentünk. Hol a nap kelt föl, hol a hold, amikor egyszerre látszott mind a kettő, vagy egyik sem, és mi mentünk. Néha a sereg megállapodott, letelepedett, hosszabb időre is volt hazánk, itt, amott. Mikor megérkeztünk a mostani földünkre, már jégapó ükunokáinak ükunokáival mentünk. Cserélődtek körülöttünk a halandó nemzedékek. És mi még most is élünk. A kultbeli csónakos mesejáték és a bolondisztó kisregény szüzséje lényegében azonos. A bolondisztók nem egyéb, mint a kultbeli csónakosnak kisregény változata. A műveken érződik, hogy a második világháború közepette íródtak. Feltétlenül összefügg a világtörténelmi viharokkal. Ez a bolondisztokban talán kifejezettebb, mint a holdbeli csónakosban. Nagyon viharos klíma, ahol a bolondisztók kisregény mozog. A holdbeli csónakos mesevilága internacionális. Vannak benne magyar népmesei elemek, kis számba, akkor volgai finnugor, Cseremis, Mordvin, Vogul, Osztják, elemek. Belejátszik a finn Kalevalának a világa, de fölvillan benne a görög-római mitológia is, a sumer-akkád is, a kínai mondavilág. Cél és szándék az volt, hogy a különböző mesevilágok egybeillőségét valahogy megmutatni. Csúfolnak, és mégis szeretnek engem, tulajdonképpen önmagukat. Bolondnak, és titokban mégis bölcsnek gondolnak, tulajdonképpen önmagukat. Ott élek mindenkiben, a törtető izgatottakban mélyen eltemetve. A nyugodtakban, akik megbírták őrizni azonosságukat saját gyermeki jobbikényükkel, szinte tapinthatóan. Ki vagyok én? Mindenki. Hol lakom én? Minden emberben
ezerféle alakban. Keresd meg önmagadban tulajdon jobbik énedet, bolond istókodat, és ha megtaláltad, el ne engedd többé. Meglátod, én leszek legsegítőbb jó barátod.